Közben itt van már velünk a vonal túlsó végén Vukics Ferenc alezredes és a Szilajcsikó főmunkatársa. Szervusz, köszönjük, hogy velünk tartasz. Szervusz, sziasztok! És az a helyzet, hogy itt a katonai szakértők többsége ugye hétvégén a szabadságát tölti. Feri, ha jól tudom, akkor egyébként egy kosárlabda tábor szervezésében vett részt, és meg is kapta a kommentelőktől, hogy most, hogy itt zajlanak az események, hallgat, és ebből is látszik, hogy Putyin párti menedzsemben van, közben pedig csak táboroztatott. Stier Gáborral ülünk itt, Feri, te hogy látod az eseményeket, mi történik most? Hát még annyit hozzátennék, hogy még közben itt éjszaka pedig itt az Ivándant ünnepeljük Szentendrén, és éppen gyújtogatjuk azokat a mécseseket, amiket a szellő megpróbál minél gyorsabban eltávolítani, de a lényeg, hogy az egész napom teljesége. Azt gondoltam, hogy valami fajta közösségi napunk lesz, de ugye tegnap este nagyon gyors fordulatot vettek az események. Hát nem tudom, hogy éppen most hol tartotok az up-to-date állapotba, de ugye az utolsó a Zero Hedge-gén olvastam, hogy már megtörtént egyfajta megegyezés, egy közvetítés a Fehér Orosz elnökön keresztül, és egy kihirdetésre került egy általános amnestia, de gondolom erről már beszéltetek. Beszéltünk róla, én akkor egy kicsit korábbról kezdeném, hogy ugye nyilván volt egyfajta tapogatózás, hogy most mi történik, és tudom azt, hogy azért figyeled a híreket, miközben sem jós nem vagy, sem nem konzultálsz, gondolom én, az FSB-vel, KGB-vel és társaival, de hogy szerinted ez egy megrendezett színjáték volt, egy púcs, vagy egy nyugati beavatkozás, vagy szerinted mi történt? Hát rengeteg véleményt láttam, van, aki szerint maszkirovka az egész, és az lehetetlen, hogy Prigozsin ezt ilyen olcsón meg tudja úszni, tehát hogyha tényleg valós események zajlottak le itt, akkor még hogyha meg is van a menesztő határozat, vagyis inkább hogy is kellene mondanom most gyorsan. Igen. Segítsél ki. Én is próbálom azt a szót megtalálni, igen, de... Igen. Tehát szóval a lényeg az, hogy idegen szót, az jól fog hangozni. Igen. Tehát az, hogy az orosz törvények szerint, ezek szerint mentesítik őket a eddigi cselekedeteik alól. Amnestia. Így van. Igen, amnestia. Ennek ellenére, ha ezek mind megtörténtek, amik itt voltak, akkor ez csupán egy lehetőség arra, hogy mindenki, aki ebben részt vegye, az elhagyja Oroszországot szerintem. Akkor ez körülbelül erről szól, hogy ha meg kiderül, hogy ott fognak maradni, akkor biztos lehet benne mindenki, hogy maszkirovkáról van szó, vagyis hogy valami nagyon ügyesen összerakott történet. Hát itt nézegettem, megpróbáltam rákérdezni a nyugati katonai elemzők közül, akikkel tartom a kapcsolatot, hogy ő nekik mik a véleményük, hát teljes megoszlás volt ebben az egészben. Az egyik szerint most fog az igazság órája eljönni Putyinnak, most be kell tudni bizonyítani, hogy keménykező, és hogy igazából ő csak hagyta eddig, hogy ezeket a vörös vonalakat mindig arrébb és arrébb pakolták, és nem adott elég kemény jelzéseket. Aztán volt, ugye azt is számba kellett vetni, hogy igazából amerre a Prigozsin féle alakulat vonulgatott, az ugye döntő részében a frontot ellátó utánpótlásnak a területe, és sokan azt kezdték mondogatni, hogy vajon kivehette meg, hogy pont ebben a nagyon nehéz időszakban ezt az ott lévő szállításokat esetleg meg fogják gátolni, és ebben lehetetlené teszik a fronton harcoló katonáknak a mindennapjait. De aztán a rosztovi felvételek, amelyek kiszivárogtak, azon az látszódott, hogy a Prigozsinnak a katonái azt mondták, hogy ők nem akarnak harcolni senki ellen, csak több lőszert akarnak, és hogy semmilyen úton, módon nem fogják megakadályozni a fronton lévő bajtársiaiknak a lőszerellátását és egyebeket. Aztán nézegették, hogy akkor már mennyi volt, aki szerint már tuszatjával lőtték le a Prigozsin fél alakulatnak a tagjai az orosz légierőnek az eszközeit, de aztán azt lehetett csak látni, hogy helikopterekre lőttek, de a helikopterek is nem tudni, hogy ki, de a helikoptereket nem találták el, aztán utána mindenki bedobott fantasztikus lelőtt helikopterekről, repülőgépekről felvételeket. Akkor lehet, hogy ezek nem is igazi felvételek? Ja, nem, például a repülőgépről leesett, a repülőgépről lévő felvételt, azt be tudtuk azonosítani, hogy egy évvel korábbi ukrajnai eseményekről volt szó. Tehát, hogy azért nagyon ügyesen mindenki megpróbálta ezt felhasználni. Az egész az volt az érdekes, hogy oroszlán szívű
petárdot csináltak hirtelen nyugaton Prigozsinból. Igen, igen, és de ráadásul úgy, hogy hát aki hallotta Prigozsinnak nemrégiben a kijelentéseit, az ugye nem egy ukrajna párti kijelentés volt, sőt, ugye Ukrajna felszámolására szólított föl, illetve elég keményen állt ahhoz, hogy mennyire kellene komolyan venni mondjuk ezt a háborút, és egy teljes mozgósítást kellene elrendelni Oroszországban. Az a mindenki elgondolkodhat rajta, hogy vajon milyen az, amikor 300 ezer orosz katonát mozgósítanak, vagy amikor 3 milliót, hogy melyikkel jár jobban úgy a világ. És a másik nagyon fontos dolog, amit itt figyeltünk, az, hogy a lakosságnak mik lesznek a reakciói, és mik lesznek a katonáknak a reakciói, és esetleg bármilyen az orosz társadalomban jelentős szerepet betöltő vezető egyáltalán mit nyilatkozik erről, de azt lehetett látni, hogy se a katonák részéről, se a lakosság részéről, mint az orosz vezetői karnak a részéről semmiféle megnyilvánulás nem volt, amelyik Prigozsin támogatta volna, vagy segítette volna. Tehát itt is egy ilyen érdekes kétség jött létre az emberbe, hogy valójában higgyen-e annak, ami éppen most a szeme láttára történik, vagy nem. Miközben én az előző napi, ugye mindig azon vagyok, hogy egy nappal később kommentálja csak az ember a front helyzetet, mert annyira sok az álhír, hogy az legalább egy napig tart kiszűrni, hogy valójában mi is történik, és merre felé mozognak az erők, és azt lehet látni, hogy nagyon intenzív harcok zajlottak a tegnapi napon a fronton, de semmi nem igazolta. Tehát az, hogy ebből most bármi ilyen jellegű eseménysor induljon el. Én láttam a felvételt, nem tudom, hogy majd Gáboréknak mi a véleménye, erről. Láttam a felvételt, ami miatt állítólag a Prigozsin kiakadt, hogy az orosz hadsereg miért csapást a Wagner erőkre. Hát ez egy kicsit hollywoodi, nagyon rövid, nagyon gyors, beazonosíthatatlan részekkel, és még sorolhatnám. Tehát, hogy nem tűnik túl hitelesnek az anyag, ami ezzel kapcsolatosan megjelent. Legalábbis, amit én láttam, mert már hogy a végén mennyi minden jelenik meg, azt az ember nem tud igazából már számot vetni rajta. Most nézegettem nemrégiben, hogy a német sajtóban folyamatosan legmenőbb német újságoknak a címlapjain jelennek meg amúgy a háborút elítélő nyilatkozatok, de természetesen nem ezek a nagyhírű német újságoknak a valódi címlapjairól van szó, hanem azért Németországban is dolgoznak keményen azon, hogy megpróbálják az információt az emberekhez eljuttatni, de azért a német média még jelen pillanatban nem ott tart, hogy mondjuk belátná, hogy a fegyverszállítások igazából hova is vezetnek, és merre felé is tart ez az egész történés. Nagyon sok mindent értékeltek. Ugye amikor meghallottam, hogy majd beszélni fogunk, akkor gyorsan egy 15 oldalas kicsi kis jegyzőkönyvet összeállítottam, hogy igazából mi minden történt az elmúlt időszakban, és hogy mit is gondoljunk róla, és ahogy szépen lassan jöttek a hírek, ugye estére már ugye megérkezett a fehér orosz elnöknek a közvetítéséről szóló hír, és akkor sokan megállapították, hogy akkor egy 22 óráig tartó pucsról van itt valójában szó. Itt meg lett kérdőjelezve az is, hogy valójában a Prigozsin teljes egészében kézbe tartja-e a Wagnert. Ugye gondolom arról beszéltetek, hogy ez az egész ügynek maximum a hátterében az lehet, hogy a különböző magánvállalkozókkal szerződést írt alá az orosz hadsereg. Gondolom erről beszélt. Abszolút, nem akarom. Igen, ismételni, és végig is Prigozsin ezt nem fogadta el. Itt a döntő részében úgy tűnik, hogy a pénzről van szó. Igazából azok, akik a szerződést aláírták, ugyanazok az juttatásokat kapják meg, sebesülés, halál, vagy bármi egyéb esetén, mint amúgy a normál orosz katonák, vagyis ezzel akik ott harcolnak, én gondolom, hogy valamilyen szinten jobban járnak, viszont az irányítás mindenképpen, hogy az orosz hadsereget illeti meg a szerződés aláírása.
után is. Akkor itt arról beszélgettek, hogy a Prigozsinnak a tisztikara vajon mennyiben működik együtt ebben az egésszel, és lehet, hogy nem is valójában teljes Wagnerről van szó, hanem a Wagner egy részének a lázadásáról lehet szó, mennyire tudja ő majd irányítani bármilyen folyamatot, tehát csak a közösségi médián keresztül nem lehet vezetni egy ilyen haderőt. Aztán a másik, hogy ez valójában milyen erőt is képvisel, ugye 25 ezer főről beszéltek, de én nagyon őszinte leszek, akárhogyan is számolgattam, én nem találtam 14-17 ezernél többet. Igen, de tehát az volt a maximum, amit lehetett, de hát az lehetetlen lett volna, hogy az egy helyen van, hiszen az erőknek egy jelentős része amúgy szabadságát tölti. Tehát, hogy nincsenek is a környéken. Van, aki amúgy éppen Szocsiban nyaral, vagy felhasználta a lehetőséget arra, hogy elmenjen egyet vadászni messze keletre. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy egy kicsit túlértelmezett volt, meg ha sokan akkor azt mondták, hogy akkor lehet, hogy ugyanarra számít, mint amire az ukrán haderő is számított, hogy amúgy mindenféle képességeknek, és itt a legfontosabb szó szerintem a képesség, hogy mire lett volna képes mondjuk egy ilyen társaság, ha még a 25 ezer katonája is meg lett volna. Tehát, hogyha ő egy napon belül nem tud sikert elérni, akkor hosszú távon ennek a társaságnak semmi esélye nincs. Ugye a kievi vezetés azt nyilatkozta, hogy ha 48 óráig kitart Prigozsin, akkor meg fog bukni az orosz rendszer. És hát természetesen most mi meg arról beszélünk, hogy esetleg ez nem fog megbukni, akkor már egyértelmű, hogy a melyik oldalnak a dolgait fújjuk. Hát elég nehéz most már, itt éppen nézegettem, hogy az Ultrahangnak a előadói csapatára is nagyon gyors információgyűjtés megy néhány helyről, és már arra biztatnálak, hogy akkor nézd meg, hogy milyen sokan vannak azok, akik most már azokból a műsorokból szeretnének megélni, amiket ti csináltok, hogy azoknak az ellen oldalát ők szeretnék megmutatni, vagyis inkább mélyen megkritizálni. Én meg azt javasolnám inkább nekik, hogy ők is építsenek fel egy olyan csatornát, ahol 120-150 ezer ember össze tudnak gyűjteni, és akkor megfelelő minőségű szakértőkkel, meg információkkal látják el az embereket, és majd az emberek eldöntik, hogy szerintük hol lehet valahol az igazság, vagy hol nem. És akkor itt visszatérve a történetre, szerintem ha ez igazi maszkirovka, akkor ahogyan az orosz oldalon szokott ez lenni, akkor erről 100 év múlva se fogunk tudni semmit pontosat. Na akkor ide elmondanám egyébként, hogy feltettünk egy hallgatói kérdést most a nézőinknek, ami úgy szól, hogy színjáték volt-e Prigozsin Moszkva elleni akciója. Ugye jelenleg 3 csatornán megy ez a mostani beszélgetés. Az Ultrahangon úgy áll, hogy 60% szerint igen, 40% szerint nem, 638 szavazat. Aztán az Ultrahang pluszon 57% igen, 43% nem, itt 37 szavazat érkezett, egy kicsit itt kevesebben vannak, és a Hit Rádiónál 206 szavazat érkezett, ott szintén 60% igen, 40% nem. Tehát sokan azt gondolják, a többség azt gondolja, hogy színjáték. De miért is gondolják azt? Egyrészt azért, mert kevés az információ, és egy ilyen esemény sornál azért valahol természetes az, hogy nincsenek az olvasók, hallgatók a teljes információ halmaz tudatában, ez az egyik, a másik pedig úgy gondolják, hogy minél keletebbre megyünk, tehát vagy Oroszországban azért ott ilyen homályosan mennek a dolgok, nem mindig mennek annyira homályosan, de egyébként tízen mennek. Visszatérve egyébként itt Feri által elmondottakra, két dologot erősítenék meg, tehát amit még az elején mondott, hogy ami a kiinduló pontja volt, illetőleg az egész eseménysornak, illetőleg amit fölhozott tegnap Prigozsin, hogy csapás érte a Wagner táborát, azt senki nem erősítette meg, sőt, egyértelműen cáfolták. Nem csak a minisztérium, hanem azért mértékadó elemző nem volt, aki ezt komolyan vette volna. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy a Wagneresek tisztikara tudott erről az egészről, hogy mi készül, és nagyon sokan egyébként csak megkapták a parancsot, és akkor értesültek arról, hogy mi is lesz a feladatuk. Tehát ez nem tesz jót egyébként hát most már múlt időben beszélhetünk a Wagnerről, de nem tett jót Prigozsin
megítélésének sem, imázsának, és az egészről, hogyha beszélünk, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa puccs vagy lázadás volt. Itt mindenféle történelmi párhuzamokat már hoztunk az előző adásban is, és én azt látom, én inkább úgy fogalmaznék, hogy eléggé ilyen szappanoporaszerű, vagy panyvaregényszerű volt az egész, és ez tökéletesen megfelel, és még egyszer csak a saját narratívámat próbálom erősíteni, hogy tökéletesen megfelel Prigozsinnak, személyiségének. No, hát hogy fogalmazzak, hogy nem mindig fut százon a fiatalember, aki nem is olyan fiatal, mint kiderített. Így van. Én még talán annyival egészíteném ki egy kicsit, ami gyanú bennem létrejött. Én őszinte leszek, én nagyon tartottam attól, hogy egy újabb eszkalációs folyamat indul el, de én ebben Fehér Oroszországban láttam a lehetőséget, pont az atomfegyvereknek az odaszállítása miatt, hogy esetleg ez bekövetkezhet, mivel hogy akkor lehet, hogy egy Fehér Oroszországban bekövetkezendő puccs, vagy egy rendszerváltás kapcsán akár az ukránok az atomfegyverhez is juthatnak például, tehát hogy ott lehet egy ilyen gyenge pont, és én amikor az ukránok elkezdték a Fehér Orosz határtól elvonni az erőket, akkor egy kicsit azon kezdtem el gondolkodni, hogy a felelősséget akarják esetleg egy ott bekövetkező eseménysor kapcsán magukról valamilyen utomódon leszedni, és hát helyette egy teljesen más eseménysor következett be. Annyit azért elmondanék, hogy aki Danilovnak, meg a Reznikovnak, meg a Kulebának a korábbi nyilatkozataira emlékszik, abban nagyon sok alkalommal fordult az elő, hogy ők felhívták a figyelmet arra, hogy ez a háború Oroszországban fog majd befejeződni, tehát hogy odáig fog tartani, és hogy igazából Putyin is most azért nyilatkozik az ukrán ellentámadásra, mert érzi, hogy közeleg a vég, és hogy ez néhány napon belül be fog következni, és egy kicsit ilyenkor az érzése van az embernek, hogy én bennem ez az érzés valójában a Trudeau-nak a látogatását után fogalmazódott meg, hogy éppen a legnagyobb veszteségek közepette voltak az ukránok, és ők arról nyilatkoztak, hogy ez Oroszországban fog folytatódni ez a háború, és olyan volt, mintha valamit ők nagyon tudtak volna, és nagyon előkészültek volna, és ugyanezt erősíti meg az, hogy Danilov nemrégiben mondta, ugye egy fél nappal ezelőtt, hogy a háború Oroszországon belül hogy fog véget érni, és az a folyamat most elkezdődött, tehát megismételte ezt a kijelentését, és aki emlékszik rá, ugye Kuleba is, meg Danilov is arról beszéltek, hogy a mostani orosz rendszer egy néhány nappal ezelőtt a nyugat rossz politikájának a terméke, mert nem szálltak szembe a gonoszszal, és ugye Kuleba most nemrégiben arról úgy beszélt az oroszországi lázadásról, hogy a világnak véget kell vetni a gonoszságnak, mert ezt eddig félt elpusztítani, de most már meg kell tennie. Ugye látszik az a erőltetése annak, hogy minél jobban bevonják a feleket, és aki emlékszik hogy az atomerőművel kapcsolatos legújabb kijelentéseikre, azt pedig azt mondták, hogy ugye az megfelel egy, mint hogyha egy NATO országot támadnának meg, tehát hogyha az atomerőművel valami történik, akkor az olyan lesz, mint hogyha egy NATO országot támadnának meg. Aztán itt van, hogy a Fehér Orosz Hadseregnek az alezredese ugye a honfitársaihoz fordult az oroszországi zavargások kapcsán is, ugye megpróbált őket felszólítani arra, hogy ők is keljenek föl, és pár dolog azért úgy összetalálkozott bennem, az a svédeknek a kijelentése, hogy Oroszországnak totális katonai vereséget kell szenvednie, ami megint csak azért meglepő, mert éppen akkor nyilatkozták ezt, amikor éppen nem állt jól az ukrán ellentámadás, és valami teljesen mást kellett volna éreznünk, vagy ő nekik is egy kicsit visszafogottabban kellett volna nyilatkozni, de ez nem történt meg. És akkor itt ugye is voltak itt, ahol azt mondták, hogy az üzemanyagraktárnak a felrobbanása okozott itt komoly problémát, de ezt aztán nagyjából tudjuk, hogy egy Kamov 52-esre lőttek egy Strela 10-essel,
és az nem talált el, ami végül egy üzemanyagraktárba véletlenül csapódott bele, és ott az tüzet okozott, aminek a végén az utolsó információm az volt, hogy több mint 100 tűzoltó dolgozik ott, 30 tűzoltó autóval is próbálják a tüzet megoldani, vagyis hát helyrehozni, eloltani, és akkor ugye itt reggel ugye néztük itt az M4-es autópályán ma reggel ugye a Wagner konvojra mért légi csapásnak a pillanatait, ami megint egy kicsit olyan gyanús volt nekem, mert a konvoj állt, az a néhány autó, amit láttunk benne állt, és akkor utána pedig a becsapódás következtében a konvoj mellett álló katonák, azok nem menekültek, nem futottak sehova, nem csináltak semmit, ugyanúgy várakoztak tovább, mint hogyha mi se történt volna. Tehát olyan érdekes dolog volt. Aztán utána kiderült, hogy robbanás jelentettek ugye a rosztovi déli katonai körzetparancsnokságának a területéről, de még ugye azt mondták, hogy akkor nem világos, hogy pontosan mi is történt. Aztán kiderült, hogy ilyen pirotechnikai eszközöknek a felrobbantására került ott sor, tehát egyáltalán nem látszik, hogy ez annyira komoly lett volna. Úgyhogy hír az rengeteg volt az elmúlt néhány órával kapcsolatosan. Hát, hogy mi a következtetés az meg a következő napoknak, heteknek? Itt volt néhány nagyon-nagyon jó érces kijelentés, hogy ezekből talózhatok. Az egyik az volt benne, hogy a Prigozsinnak azt mondták, hogy lehet, hogy a menekülés okosabb lett volna, de Hodorkovszkijhoz hasonlóan lehet, hogy ő is haszitte, hogy túl nagy a börtönhöz. És ami még egyszer mondom, hogy szerintem a megoldásnak a kulcsa megint csak a polgári lakosságnak a kérdése, hogy ő hogyan reagál, hogyan viselkedik, és abban mindenki biztos lehet, hogy mondjuk a civil oroszokra biztos, hogy a Wagneresek nem nagyon fognak lőni, és nagyon elkötelezettnek, tényleg egy Prigozsin pártinak, vagy nem tudom, kinek kell lenni ahhoz, hogy mondjuk utána a katonákra lőjenek rá, hogy itt voltak olyan felvételek, hogy 20-asával ejtették el az orosz katonákat a Wagner zsoldosok, és akkor kísérgették őket, de közben az is látható volt, hogy a környezetükben lévő orosz katonák meg várják, hogy valaki megmondjon egy valamit, mondjon, hogy most akkor mit csináljanak velük, vagy hogyan reagálják le azokat az események, amik most történtek, mert igazából se ők maguk nem nagyon értették az eseményeket, illetve a parancsnokaik sem nagyon értették, ami körülöttük zajlik. És az látszódott, hogy ők direkt nem akarnak oroszokkal konfrontálódni, de hát az mindenki számára biztos nagyon jó lett volna. Hát mármint, hogy nagyon sok szurkoló hirtelen megjelent, hogy akkor nem a Beethoven a kedvenc zeneszerzője ezután a pillanat után, hanem a Wagner. A terrorszervezetnek nyilvánították, azok most hajrá Wagnereztek. Igen, akik akarnak, igen, terrorszervezetén, és hát ráadásul tudjuk, hogy a kemény vonalasok közé tartoznak, tehát hogy mit vártak, tehát azt várták volna, hogy utána esetleg a Wagneresek, vagy Prigozsin, aki amúgy különben az orosz társadalomnak szinte a teljes rétegét próbálta mindig megszólítani üzenetét, tehát mindenkinek üzent valamit, tehát a legszélsőségesebb, legkeményvonalasabb nacionalistáknak is próbált üzenni, meg a nyugatpártiaknak is mind egyszerre. Ugyanazt próbálta mind a két. Így van, így van, igen. Azt azért azt lehet mondani, hogy amikor az elmúlt hetekben hallottuk őt nyilatkozni, akkor mindig azt hallottuk tőle, hogy mintha annak szurkolt volna, hogyha ők átadják mondjuk Bakhmutnál a csatateret, akkor ott majd az orosz haderő az gyorsan el fogja veszíteni, és akkor az ő fontosságuk az jó lesz, tehát arra mindenki fel fogja hívni a figyelmet. Úgy tűnt, mintha a bal szerencsét kívánt volna a reguláris hadseregnek. Hát egy exhibicionista volt, és önmagát. Igen, igen. És amikor meg most kiderült, hogy az orosz hadsereg mondjuk az elmúlt egy hónapban mégse az történt vele, amit Prigozsin előre mondott, hogy amiket mondott előre, hogy szét fog esni, hogy ez egy Oroszország számára egy komoly csapás lesz, és még sorolhatnánk az összes többi ehhez tartozó véleményt. Tehát tényleg azt lehetett látni, mint hogy tényleg bal szerencsét kívánt volna, mert az úgy elősegítette volna, az ő érdemeit növelte volna, vagy nagyobbá tette volna. És hát azért annyit azért el tudunk mondani, hogy a másik oldalt is
a dolgaira is felhívjuk a figyelmet, hogy, hogy ez az epizód, ez meg fogja adni a neokonoknak azt, amire szükségük volt, hogy bizonyítsák, hogy, hogy ők nem tévedtek, Oroszország akár bármelyik pillanatban az összeomlásnak a szélére kerülhet, és megtörténhet egy ilyen belső átalakulás, amely a Putyin rendszernek a bukását okozhatja. Ugye igazából valójában éppen erre vágytak, és most lehet, hogy még több olajat fognak önteni a tűzre, tehát sok elemző azt mondja, hogy ebbe az irányba fogunk majd tartani az elkövetkező időszakban. Ez biztos, hogy a bekövetkezett események Oroszországnak nem tettek jót, még ha Maszkirovka volt is, de hát ezt majd az elkövetkező napoknak az eseményei fogják igazából kideríteni. Vannak olyan nyugati vélemények, hogy a Moon of Alabamán olvastam, hogy, hogy a végén ez még jól is jöhet Oroszországnak, meg kitakarítja az őrülteket a harctérről, ugye akiket teljes egészében megrészített, megrészegített a pozícióba való felemelésük, és valójában ezt a pozíciót ők nem tudják betölteni, és szinte biztos esetében, mint a teljes egészében a pénzről szólhat ez, és sokan felvetették a kérdést, hogy mikor volt az a pillanat, amikor Prigozsint megvették, és ki támogathatja a magasrangú személyek közül, és hogy miért adtak neki ennyi mozgásteret, mikor a legtöbb vélemény szerint már hónapokkal ezelőtt megvádolhatták volna hazárlással. Na most, hogyha ha itt ennek az események kapcsán is a végén Prigozsin mégse fog börtönbe kerülni, és szinte senki sem, akkor megint csak feltessük a kérdést, hogy akkor biztos, hogy... Hogy ez egy nem egy megrendezett akció volt, mert ha meg nem megrendezett akció, akkor pedig a legliberálisabb vezetésű ország ezek szerint Oroszország, ahol egy ilyen dolgot is megengednek. Aztán annyi van, hogy a Web Unionnak a megállapítása az, hogy ez a Wagner lázadás valóban egy PSYOPS. Tehát, hogy ők is úgy értékelik, hogy tehát ők nagyon durva kijelentést tesznek, tehát azt mondják, hogy egy nagyon komoly eszkaláció következik orosz részről, és annak az előkészítése zajlik, annak érdekében, hogy esetleg még több katonát lehessen majd mozgósítani. Hát az ő állításuk arról szól, hogy talán egy NATO ország elleni fellépés lehet ez, de hát ezt én kétlem, hogy ez megtörtént volna. Hát meglátjuk. Igen, itt közben vészesen fogy a műsoridőnk, úgyhogy én elengedlek. Jaj, bocsánatot kérek, hogy ilyen sokáig feltartottalak. Amúgy meg nagyon-nagyon izgalmas volt, csak még megnéznénk egy-két közösségi médiás hírt is, és tudom azt, hogy neked is ráadásul még programod van, úgyhogy innen fogjuk folytatni, ugye legközelebb. Össze kell szedni a mécseseket itt a Szentendrei templomhegyen. Igen. Ez mindenképp fontos, meg közben hallottam, hogy már harangoztak is, vagy valami csengés volt a háttérben. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és fogjuk folytatni természetesen a beszélgetést, és szép estét kívánunk tovább. Szép estét kívánok mindenkinek.